Sziasztok, én Streordi vagyok, és a mai nap alkalmazást akarok nektek bemutatni, ez pedig nem más, mint a videó downloader. Egy olyan alkalmazás, aminek a segítségével bármilyen oldalról le lehet tölteni videókat, ilyen például a YouTube, akkor az Indovideo és a Video. Ezt a hármat tudom most így hirtelenjében. Nagyon egyszerű, felmegyünk egy oldalra, ahonnan videót akarunk letölteni, nekem itt is van, én kimásoltam már előre a linket. És akkor ide bemásoljuk, most én nem tudom, hogy ezzel mi történt. De csinálunk egy frissítést. Hát ha már most jó lesz, ha meg nem, akkor egy másik linket kimásolok. Hát akkor marad az, hogy akkor egy másik linket kimásolok. Ezt bezárom, ezt megnyitom. Akkor legyen mondjuk ez a harmadik. Megfogom, kimásolom. Ide belépek. Ide ezt törlöm, és akkor ide beillesztem. Elindítom. És onnan lehet tudni, hogy le lehet tölteni, hogy jobb oldalt lent megjelenik egy piros karikába a fehér nyíl. Arra rányomunk, és akkor kiírja, hogy letöltése helye az privát mappa legyen, vagy publikus. Letöltésre rámegyünk a hirdetést, azt meg kiixeljük, mert az engemet nem tud érdekelni. Jó, köszönjük. És fent már is lehet látni, hogy a letöltés elindult. Érdemes több linkkel próbálkozni, mert vannak olyan Indovideos linkek, a Naruto Shippuden esetében, más sorozatok meg filmek esetében, hogy nem akarja letölteni, mert maga a videó hibás. Tehát maga azon a linken, tehát magán azon a linken a videó hibás. Mert elő szokott fordulni azt, hogy elkezdek nézni egy részt, nézem, aztán egyszer csak megáll. És nem megy tovább. És már is letölti. Ennyi, le is töltötte. Megnézni meg, hogy lehet. Nagyon egyszerű, fájlkezelő. Videók. Itt is van. Igen. Screen recorderek itt vannak, mert hát próbáltam normálisan megcsinálni, és amúgy sikerült is, csak első két felvétel közben elrontottam. YouTube-ra is ugyanúgy lehet tölteni videót, felmegyünk a YouTube-ra, és akkor mondjuk legyen az ilyentől most ez a nyomat hagy, megosztás, rámegyünk arra, hogy link másolása, utána felmegyünk arra, hogy videó downloader, itt ezt töröljük, X. Csak hát ugye felesleges videóklipet letölteni videóformátumban, mondjuk aki videóklipeket vagy videókat akar letölteni, akkor azoknak tudom ajánlani. Viszont akkor nem is ezt töltjük le inkább, hanem mondjuk nem is tudom, legyen mondjuk az, hogy hát most gondolkodom, hogy mit kéne. Akkor rámegyünk arra, hogy felfedezés, filmek. Itt vannak a filmek. Hát mondjuk ez. Akkor mondjuk legyen az egy játék. Na mindegy, jó lesz az. Jó lesz az Oszianos. Keresés. Ugyanúgy meg kell jelennie. Ott van a nyíl, rámegyünk, letöltés. Fent már is fogja jelezni állítólag, hogy letöltés. Download successfully. Itt lent pedig erre, ha rámegyünk, hogy progress, akkor itt meg tudjuk nézni, hogy a letöltés hogy jár, vagy mint hogy áll. A jobb oldalira, ha rábökünk, akkor az azt jelzi, hogy amíg kész vannak videók,
azok ott találhatóak. Jó, X, X nem érdekes, és akkor itt is van, le van töltve, itt van. Ha mondjuk nincs rá szükség, mert mondjuk megnéztük az egyik részt, és már arra a részre nincs szükségünk a sorozatunkból, vagy a filmből, akkor egyszerűen csak töröljük. Kiválasztjuk. Törlés. Igen, biztos, hogy törölni akarom. És akkor itt van ilyen, hogy beállítás. Itt ki lehet választani, hogy hova töltse le a videót. Ki lehet választani, hogy csak Wi-Fi-n keresztül töltse le a videó. Hogyan tudok letölteni. Itt információt kapunk arról, hogyan kell használni a programot. Tehát itt van a kereső. Abba belebökünk. Beillesztjük a videót. Elindítjuk. Letöltjük. Ennyi. Igazából ez ennyi letöltési hely. Kiválasztatjuk, hogy igazából most hova akarjuk elmenteni. Kiválasztjuk, okézzuk és kész. Ennyi. Igazából ez az alkalmazás, ez tényleg nagyon jó. Úgyhogy ezt mindenkinek tudom ajánlani. Amennyiben tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Ha bármilyen kérdésetek lenne, vagy esetleg hozzászólásatok a videóval kapcsolatban, mármint hogy az alkalmazással kapcsolatban, de úgyis elmondtam mindent, amit tudni kell, nyugodtan tegyetek meg. Én ezzel búcsúzom, addig is, sziasztok!